bodzavirág illata. Magyar hangok. Mezei Kitti, Cető Roland. Kovács Nóra, Várdai Zoltán, Besenyei Emma. A nyármenüt kérném. Rendben, remek választás. Forgatókönyv Edda Liss. És a másik feleséget elviheti, az úr már biztos nem jön. Zene Helmut Czerlett. Gyere egy kicsit! Az a nő ott, Müller. Ki? Az étterem kritikus, aki kemény kritikákat ír. Hogy ízlett? Finom volt, köszönöm. Fogás, szűzérme öntette New York-i burgonyás túrótortával és zsenge mézes zöldségkörettel. A szűzérme omlós, a zöldség ízletes. Különleges a kompozíció. Kreatív. A főzési idő nem tökéletes. Rendezte Petra K. Wagner. Jó étvágyat. Köszönöm. Mama, éppen tesztebéd közepén vagyok. Visszahívhatlak? Jó, már is jövök. Persze, azonnal indulok. Egyszerűen elaludt. Tudom, hogy mennyire szeretted a nagyit. Drága Agnes, drága Sophie, ha ezt olvassátok, én már nem vagyok. Egész életemben másokért cselekedtem, a kötelességemet tettem. Most azt szeretném, teljesítsétek egy kívánságomat. Azt akarom, hogy otthon, Brunsdorfban temessetek el, ne pedig a férjem mellé. Megtettem a szükséges előkészületeket, és vettem magamnak egy sírhelyet. Sose felejtsétek, mindenki a maga boldogságáért felelős. Szeretettel a ti Helenétek. Én ezt nem értem. Apu mindig csak is érte élt. Boldogok voltak? Anyám mindig azt mondta, a boldogság egy tányér leves, egy ágy, és ha semmi sem fáj. Nem várhatnánk vele még egy kicsit. Muszáj kiürítenünk a szobát. Várnak rá. Értem. Beszélnünk kell, Sophie. Mondd csak. Mindig mondtam, hogy a rövid távú kapcsolat nem nekem való. Nézzük reálisan a dolgokat. Te sosem akartál velem összeköltözni. Nekünk nincs közös jövőnk. Nem tudom, hogy mondjam neked kíméletesen. Megismertem valakit, aki együtt akar velem élni. Hogy mit akar? Ezt nem mondhatod komolyan.
Alex, 5 éve vagyunk együtt, és egyszerűen lecserélsz valakire, aki jobban passzol az elképzelésedhez. Ez csak megtörtént! Olyan erős vagy, Sophie. Nincs rám szükséged. Olyan nehéz veled lenni. Talán már rég feladtam. Csak te nem is vetted észre. Akkor menj! Menj! Kiveszel pár nap szabadságot. Sajnálom, de egyszerűen nem tudok. Holnap már 4 műtétem van. Egész délután rendelek, és még elő kell készítenem egy szerződést a hamburgi kongresszus. Nagyon köszönöm, hogy szakítottál rám időt. Ne nehezítsd meg még jobban. Alex, hogy nem jött? Szakítottunk. Nem működött. Talán így a legjobb. Milyen gyönyörű. Már el is felejtettem. Igazi édenkert. Olyan régóta vágytam már ide-vissza. Rég nem jártam itt, lehet, hogy néhány dolog megváltozott. Itt semmi sem változik. És a szabadság, hogy elaludhatunk, ha elfáradtunk, hogy letehetjük a terhet, amit már régóta cipelünk. Értékes, csodálatos ajándék. Ott a temetőkertben ülök és figyelem, talán túl szívesen. Mint mozog a bodzafa, hogy hullik a mozsola, és sok-sok mandula. Megismersz még? Iskolatársak voltunk. Matze! Persze! Ne haragudj! Másképp én sem ismertelek volna meg. Nagyon megváltoztál. Nagyon jól nézel ki. Gyönyörűen énekeltél. Köszönöm. Mi volt ez az ének? Az édesanyja kedvenc éneke. Szép volt. Igen. Ezt kérte a temetésére. Az édesanyja
különleges asszony volt. Mit marad még? Nem, nem tudok. Nagyon sok a dolgom. Még ma vissza kell mennünk. És? Melyik nagyvárosban élsz? Tessék? Mindig el akartál kerülni ebből a faluból. A nagy világba. Hát úgy látom, sikerült. Azt mondják, nem akarják, hogy a férje mellé temessék. Ezt egyébként látta, hogy van egy üres hely mellette? Bizony, már 20 éve megvette a sírhelyet. Ez hallatlan. Hölgyeim, az utolsó szeletem. Nem, köszönöm. Egy kis likört? Azt igen. Az jöhet, igen. Már az is. De tulajdonképpen valamit elkezdett. Nem hittem, hogy ennyi idő után még visszajössz ide. Amióta Helene intézetbe került, nem is nagyon volt miért. Így dolgozol? Ez az én csárdám, a szüleimtől vettem át. Szinte már nem is emlékeztem. És jól megy? Egy kis esküvő, egy temetés, és szerencsére még megvan a kuglipálya, meg a pénteki faludiszkó. Ez az egyetlen csárda közelstávol. Igen. Maradsz pár napot? Nem, ma már megyek vissza. Ah, de gyorsan lelépsz, csak nem félsz, hogy megárt a vidéki levegő. Sofia, gyere egy kicsit. Szevenik tiszteletes, ismer néhány embert, aki segítene neki. Így van. Miben? Tudod, kicsit rendbe kell pofozni a házat. Le kell festeni a verandát, ilyesmi, mielőtt jön az ingatlan ügynök. Ingatlan ügynök? Már mondtam neked, hogy el akarom adni. Jövő héten jön egy ügynök, aki felméri a házat. Igen, de miért kell ilyen hamar? Minél hamarabb, annál jobb. Értem. Hát jó. Mama, nem érzem túl jól magam. Ide adod a kulcsot, hazamennék. Már is mész, Sophie? Igen, fáradt vagyok. Elnézést. Köszönök mindent. Igazán nincs mit. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Sophie, ha szabad ilyet mondanom, nagyon hasonlítasz a nagymamádra. Tényleg? A szemed. Köszönöm. Minden jót. Viszlát. Mindjárt jövök én is. Tudja, nincs időm a házzal foglalkozni. Mi rövidíti meg az időt? Az elfoglaltság. Mi teszi elviselhetetlenül hosszúvá? A henyélés. Mi csinál adósságot? A várás és a tűrés. Mi tesz nyertessé? Az azonnali cselekvés. Mi szerez megbecsülést? A bátorság. A te Helenét.
Sofia! Sofia! Hát itt vagy? Nem hallottad, hogy hívtalak? Mindig ezt játszotta nekem elalváshoz. Ugyanaz a dal, mint a templomban. Ez volt a kedvenc dala. Sajnálom, hogy ilyen szomorú vagy, Sofia. De ilyen az élet. Helena nagyon öreg volt már, és gyenge. És a végére zavarodott is. Gyere, menjünk. Nem értem, miért akarod ilyen gyorsan eladni. Már 2 éve üresen áll. Honnan tudhattam volna, hogy neked ez az öreg ház ennyit jelent? Csak jól esett volna, ha van időm nyugodtan elbúcsúzni. Ha itt akarsz maradni, maradj itt. Rendben. Jó ötlet. De nincs semmilyen holmid. De. Fönt van néhány. Azok jók lesznek ide. És a munkád? Azt majd megoldom, mama. Talán nem is baj, hogy itt vagy. Legalább egy kicsit helyre pofozhatnád a házat, hogy könnyebb legyen eladni. És kereshetnél valakit, aki rendbe hozza a verandát. Biztos találsz valakit, akinek jól jön ez a munka. Hát akkor ne hagyd, hogy megijesszenek a szellemek. Az olimpiára készülsz? Sophie! Tom! Mit keresel itt? Régóta itt vagy? Igen. Szia! Szia! Na hát... Te nagyon, nagyon jól nézel ki. Köszönöm. Te is. Itt laksz? Igen, igen, igen. Mit csinálsz te itt? A nagyim meghalt. Helene nagyi. Igen, hallottam róla. Sajnálom. Közel álltatok egymáshoz? És most? Hát, most el akarjuk adni a házat. Pontosabban az anyám akarja eladni, lehetőleg minél hamarabb. Én kivettem pár nap szabadságot, hogy intézkedjek. Hogy elbúcsúzzak. Miért akarjátok eladni? Mit kezdjek vele? Hát... Én mindig szerettem.
Gyerekeknek, nagyszerű. Igen, gyerekeknek. Hová lett a szemüveged? Már nem hordom. Anyám megoperált. Ez a szakterülete. Na jó. Akkor... Majd találkozunk, rendben? Rendben. Látok valamit, amit te nem. Ez sárga, fekete és fehér. Ott van. Fogd meg! Jó ét. Meg is van. Igen. Viszlát. Viszlát. Jézusom. Még hajnal van. Jó reggelt! Van itt valaki? Ahó! Jó reggelt! Mi az? Ez a kuka nincs bejelentve. Maga teletöltötte, ez így nem jó. Nem jelentette be. Miről beszél? Nem ismeri fel a transponder. Az meg micsoda? Az anyját. Kutya legyek, ha ez nem a kis Szofi! Na gyere csak ide! Igazi nő lett belőled! A fenébe is! Aj, de rég volt! Tudod mit? Ezt meg kell ünnepelni. Pénteken kuglizunk a régi bandával a kocsmában. Gyere el te is! Nem hiszem, hogy lesz időm. Persze, hogy eljössz. Jó lesz! Mi lesz a kukával? Azt be kell jelentened a hivatalban, és ott kell transpondert is intézni. De mi az a transponder? Na gyere csak! Szofi! Mi az? Azt ott, érzed? Na igen. Ott. Megvan? Az a transponder, azt kell bejelenteni. Értem. Jó. Rendben. Köszönöm. Csak a te kedvedért, ma elviszem. Köszönöm. Akkor... Akkor pénteken. Ja, és üveget ne tegyél a háztartási szemétbe legközelebb. Jó napot! Szia! Ma pakoltok? Nem. Nem? De igen.
Szóval igen, pakoltok. Jó. Jó reggelt! Jó reggelt! Szóval, fedők, üvegek, cukor a zselésítéshez. Kell még valami, Matze? Nem, ennyi lesz. Főnök, ide néz. Jaj, ne, szedd azt le. De miért? A te helyedben büszke lennék. Az már régen volt. Szedd le onnan, de komolyan. Fönt leszek. És mire visszajövök, az már ne legyen ott, érthető? Jó reggelt, Matze. Hé, hey, Sophie, te még itt vagy. Nem azt mondtad, hogy tegnap mész? De igen, de úgy döntöttem, maradok pár napot. Jól teszed, kell egy kis pihenés. Az fontos. Helga? Jó reggelt. Hozd hátra, lemérjük. Újra nekiálltok lekvárt gyártani. Ez nagyon klassz. Igen. És akik itt élnek a környéken, be tudják itt szerezni a zöldséget, gyümölcsöt. Nem kell a városba menni. Na is persze, lesz pár fix munkahely. Van egy csiga a salátában. 100%-ig bió? Hogyne. Nyugi, már is kiveszem. 100%-ig bió. Nagyon friss. Most meg alaposan, még kicsit földes. Várj még, veszek tejet is. Most már megvagyok. 7,80 lesz. Ilyen olcsó. Figyelj, Matze, elromlott a bicikli. Meg tudnád nézni? Kérdezd meg inkább Tomot. Ő ért az ilyesmikhez. Én nem nagyon szoktam biciklizni, bár tudom, hogy kéne. Tom, odafönt van, megmutatom. Köszi. Tom! Sophie! Szia! Tom! Mi szél hozott? A biciklim elromlott, és szükségem lenne szerszámokra. Matze hozzád küldött. Értem. Mondd csak, te itt laksz? Igen. Miért nem a régi házatokban? A szüleim eladták, és ide költöztek. De ez itt... Nekem megfelel. Mindenem megvan. Nézzük meg, milyen szerszámok vannak itt, de előbb el kell mennem kipakolni a kis teherautót. Miért te itt dolgozol? Igen. Igen. Így is mondhatjuk. Hát örülök, hogy újra látlak. És érdemes figyelni arra, hogy nagyon friss. Szia, Matze! Szia! Majd találkozunk. Mindenképpen. Mehetünk? Rendben. Kicsit arrébb vidd. Még egy kicsit. Úgy jó lesz. Elnézést! Mit csinálnak itt? Bocsánat, nem tudtam, hogy van itt valaki. Olyan sokáig üres volt a ház. A folyónál akartunk játszani. Téha?
Sophie? Téa! Meg sem ismertelek. Te jó ég. Klasszul nézel ki. Köszönöm. Nekednek sok gyereked van. Ide. Igen, és szeretnék még egyet. Egy kislány, de amilyen szerencsém van, az is fiú lesz, aki döglött állatokat rejtett cipőmbe, és nagy évben pisil le. Dehogy adom! Gyere velünk, van kávém és sütém. Sok dolgom van, nem igazán. Jaj, Sophie, olyan szép idő van, és nem hagyhatom magukra őket. Nem adom! Ne kéresd magad! És? Most már az enyém. És? Találkoztál már a régi csapattal? Igen, Macéval. Ma reggel meg a kukásról derült ki, hogy ismerem, majdnem megfojtott örömében. Fogalmam sincs, ki volt az. Az torta volt. Thorsten Schmidt. Add ide! A kis Thorsten Schmidt? Ugye csak viccelsz. Na, gyerünk már! Mindig is úgy irigyeltelek. Engem? Irigyeltél engem? Igen. Mert mindig olyan voltál, mint egy királylány. Egyedül éltél a nagy iddal ebben a nagy házban. Négy testvérem volt, és mindig hangos volt a ház. A szomszédnak is sok gyereke volt. Te mindig olyan különleges voltál. Más, mint a falubeli gyerekek. De nektek nagy családotok volt. Ott mindig történt valami vidám. De sosem akartál velünk lenni. Ti nem hívtatok sohasem. Nem! Te nem jöttél át hozzánk. Nem. Mindig kinevettetek. Molyos Sophie-nak hívtatok. De olyan furcsa ruháid voltak. Na, vessük a tiédet. Figyelj. Különben nem is gondoltuk komolyan. A ruháimat a nagyim varta. Bent vannak a szekrényben. És tényleg elég különlegesek. Te vagy az, és mindig hazug. Nem ismert, te hazug. Felébredtem. Na, gyere csak. Hazudós! Máma! Megfogod? Szörem folytogat! Idióta! Köszönöm. Megérdemelted. Uszia! Idióta! Ha még egyszer meghallom, ezt egy hétig nincs tévé, világos? Igen. Igen. Világos? Igen. 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 Már be. És nálad mi van a gyerekekkel? Nincs a gyerekem. Melyiket? És összejött a saját étterem? Nem, most éttermekről írok kritikát. És ez rendes munka? Hát, kapok érte pénzt, úgyhogy... Mi minden van? Az evésért fizetést kapni nem lehet rossz. Azért szoktál magadnak főzni? Ritkán. Emlékszem, már régen mindig kísérleteztél. Aztán behoztad a sülva. Májas hurka, almával és vaníliával. Igen. Ne bánsd már! Mit műveltek ti? Itt egy bogár, szétlapítjuk. Senki nem lapít szét semmit. Én megyek is. Akkor pénteken vagy szombaton. Nagyon rossz gyerekek vagytok. Biztos vagy benne, hogy így hamarabb lesz pillangó? Persze. Így átugorjuk a bábállapotot, és holnap már vidáman fog száldosni. Merre járnak a gondolataid? Emlékszel, hogy régen hernyókat trancsíroztunk szét? Persze, de szép idők voltak. Azt akartuk, hogy gyorsabban pillangóvá nőjenek. A módszer nem volt kifinomult. Szörnyű volt. Ígérnek, hogy elmagyarázod a begubózást a gyerekeidnek. Nincs gyerekem. Neked? Nekem sincs. Nem vagyok férnél sem. Meg is van. Ki kéne cserélni a tömlőt? A végét járja. Nem, nem éri meg. Van egy biciklim Hamburgban, nem viszem el, de... Ha tudsz valakit, aki használt venné egy régi biciklinek, akkor... Majd körbe kérdezek. Rongyot! Miért nem tartjátok meg a házat nyaralónak? Olyan gyönyörű itt.
Nincs időnk. Anyámnak a munkája az élete. Én meg folyton úton vagyok. A rovatom miatt. Rovatot írsz ételekről? Tudom. Dörzspapír. Olvastam néhány cikkedet. Nem mindet, de párat. Komolyan? Ragasztó. Nagyon jól írsz. Szórakoztató. Köszönöm. Rongy. Tessék? Rongy. Szép óra. Eredetinek látszik. Ha tényleg eladjátok a házat, én szívesen megvenném. Nem hiszem, hogy megengedheted magadnak. Ne haragudj. Ne haragudj. De jövő héten jön az ingatlan ügynök, és rendbe kéne hozatnom a verandát. Gondoltam, jól jönne valami munka. Nem, hagyd csak. Van elég meló. Jaj, Tom, ne makacskodj már. Biztos jól jön a pénz. Megfizetlek. Na jó, de egy verandát rendbe hozni nem kis munka. Mennyit fizetsz érte? 50-et. A nílusi benszülöttek üveggyöngyöt és olcsó piát is elfogadnak. De most komolyan. Komolyan át kell gondolnom. Próbakör. Azon töprengek, mit csinált azzal a rengeteg labdával, amit átrúgtunk hozzá? Régen azt hittem boszorkány. Igazából bába asszony volt. Hála Istennek, kívül értünk a hatókörén. Nem hal minket. Na jó, mi a cél? Ugye nem hiszed, hogy versenyzem veled? Miért ne? A felnőttek nem bicikli versenyeznek. Vicces lenne. Inkább butaság. A rétig a falu végén. Mely rékére vagy az erdő szélén lévő rétre gondolsz? A vesztes festi ki a verandát. Győzelem! Na, gyerünk, körgesd! Ez az! Vigyázz! Egyensúlyoz! Na, hopp, legyen! Na, most! Na, gyere csak ide! És Hamburgban élsz? Igen, de sokat utazom. Hát, sosem voltál az az egy helyben ülő típus. Alig fejeztük be a sulit, te már el is tűntél. Ez igaz, de te is. Helen nem mesélte. Igaz. És te mit csináltál? Tanultam. Közgázt. Tényleg? Igen. Érettségi után tovább tanultam. De mondd csak, hogy az ördögbe lettél étteremkritikus? Néhány nagyon jó étteremben dolgoztam szakácsként. Aztán egyszer csak megkeresett egy újság, hogy van-e kedvem írni róla. Megtettem. Tetszett nekik, és így. Tudtad, hogy régen beléd voltam zúgva? Persze. Hihetetlen vagy. Tényleg hihetetlen vagyok. Nem hiszem el. Hogy lehet valaki ennyire beképzelt? Fogalmam sincs. Mindjárt meglátom. Nem! Te! Ne! De! Dehogy nem! Kiér előbb haza? Na, fejezd be! Már nem bírom!
Ez jó volt. Szerintem is. Jó, akkor holnap jövök festeni. Nem, nem kell. Az adósság becsületbeli ügy, nincs mit tenni. Nem fogadhatom el. De igen. Szép napot, Szofi. Szia, kicsim. Vigyázz magadra. Mikor jössz vissza, mama? Megígérem neked, hogy farsangra visszajövök. Szia! Vigyázz! Szia! Megígérte, hogy visszajön. Jó napot, tisztelendő úr! Ó, szervusz, Szofi. Azt hittem, már hazamentél. Nem, meggondoltam magam. Maradok pár napot. Ez micsoda? Bodzavirág. Később elültetem. A hiedelem szerint, ha a sírra ültetett bodza kigyökerezik, akkor az elhunyt végre megtalálta a nyugalmát. De szép. Csodálatos virág. Helene kertjéből. A nagymamád mindent tudott a növényekről. Igen. De a bodza volt a kedvence. A kertjében mindig tökéletes rend volt. Amikor a tulipánok elvirágzottak, a ne felejtsek, olyan dúsan nőttek, hogy minden csúnyaságot befettek. Uh-huh. Így volt ez egész évben. Váltották egymást a virágok. És sosem virágoztak egyszerre. Mindig csodáltam érte. Tisztelendő úr, megmondaná, miért nem akart a férje mellett nyugodni? Azt hiszem, Helenének megvolt az oka, hogy a titkát a sírba vigye. Meséljen róla. Milyen volt fiatal korában? Gyönyörű volt. Sokat nevetett. A nagymamád nem tudta befejezni az iskolát, vagy szakmát tanulni. De abból, amit tudott, a legjobbat hozta ki. Ott dolgozott a lekvárgyárban. Receptekkel kísérletezett. A dzsemek és a lekvárok receptje igazi titok volt akkoriban, mert hogy neki is volt némi köze hozzá. Igen. Helene volt a legjobb szívű, legönzetlenebb ember, akit csak ismertem.
Igen, igen. Hé, Sophie! Várj már! Meddig maradt még? Még rendbe kell tenni a verandát, aztán megyek is. Figyelj, hallottam, hogy étteremkritikus lettél. Rólam is írhatnál. Kicsit másfajta ételeket szoktam. Kipróbálhatnál egy normális ebédet is. Még mindig hófehérke vagy. Nem is igaz. Hófehérke. Micsoda sületlenség. Látok valamit, amit te nem, és ez... de dögös! Hű, őrület! Ez undorító. Oh! Nem játszom veled többet! Tom, várj! Gyere vissza! Hülyékkel nem játszom! Mióta nem akarsz megint tündér lenni. Jó, neves csak. De mindig te voltál a menő. Én meg mindig egyedül voltam. Á, ez hülyeség. Nem, nem hülyeség. Mindig egyedül voltam a nagyimmal. Anyám sosem volt ott. Az apámat nem is ismertem. Volt egy vastag szemüvegem. És örökké ezeket a göncöket hordtam, amit Helene vart nekem. És ti folyton cukkoltatok, aztán jött ez a kebel csoda, és folyton azzal cikiztetek, hogy milyen lapos vagyok. Köszi, tényleg vicces volt. Nekem mindig tetszettél. Olyan lapos voltam, mint Hollandia. Akkor is. Most pedig már egyáltalán nem vagy lapos. És a párhuzam Hollandiával meglehetősen félrevezető. Na jó, nem mondom azt, hogy olyan vagy, mint Svájc, de nyugodt szívvel megszavazok egy kellemes középhegységet. Magunk közszólva, én voltam a legfiúsabb lány közels távol. És te voltál az egyetlen barátom, és egy időben te is csak másokkal akartál lenni. Mert egy tesztoszterontól túlfűtött félkegyelmű. Igen, nagyon helyesen látod. Tom, találtam néhány dolgot. Evőeszközök, edények, régi bútorok, ilyesmik. Gondoltam, esetleg hasznát vennéd. Kedves tőled, Sophie, de hidd el, meg tudom venni, amire szükségem van. Jól van. Talán még meggondolod magad. Pedig kár. Olyan intelligens férfi vagy, tanultál is. Sokra vihetted volna. Ehelyett itt savanyodsz meg az Isten háta mögött. Azt látod, amit látni akarsz. Honnan veszed, hogy nem értem el semmit? Már megbocsáss, de ez nyilvánvaló. Egy kis lekváros bódéban dolgozol a nap egy részében. A többiben lébecolsz és szórakozol. De ez jó. Igen, most. De mi lesz, ha megöregszel? Reméljük, hogy megöregszem. Nem akarhatsz örökké ezen a tanyán dolgozni, és az életedet egy sufniban leélni. Csőlátásod van, beskatujázol mindent. Egyik csoport ez kezdett valamit az életével, másik csoport elpazarolta az életét, fekete és fehér. De a kettő között rengeteg más szín van még Sophie Möller. Jó, nincs közem hozzá, mihez kezdesz az életeddel. Boldog vagy? Hogy érted ezt? Válaszolj őszintén. Fogalmam sincs. Ezt a boldogságkeresés dolgot szerintem túlértékelik. Én az vagyok. Jó neked. Enyém az üzlet. És ettől minden nap boldog vagyok. Milyen üzlet? A lekváros bódé? Megvetted azt a kaibát? Igen, megvettem. Gratulálok, tényleg mindened megvan a boldogsághoz. Az kész aranybánya. Most még lepukkant. De munkát biztosít majd az embereknek a környéken. És minden bio. És még fizetsz érte? Pillanatnyilag igen, neked de... tényleg megérte a közgazdasági diploma. Te aztán igazán nagy képülettél, Sophie Möller. Te pedig a legnyomorultabb vállalkozó vagy a földön, Thomas Sommer. Amihez nem ért az ember, abban ne avatkozzon bele. Amúgy közlöm veled, hogy a lekvárod katasztrofális. Jó, egy kis ízjavítás elkél, de 100%-ig bio. Nem, semmi apró ízjavítás. Az a löty ízetlen, fantáziátlan és csupa cukor.
A csomagolása meg szintúgy borzalom. Kritizálni azt tudsz. Jó foglalkozást választottál. Nem is igaz. De igen, az igaz. Még egy ilyen agyamentlibát. Mondtam, megőrültél? Mi a baj? 100% bio. Rá van írva. Akkor most befestelek. Felkészültél? Nem. De igen. Nem! Bebizony, elkapnak! Ne! Jól van, mindent visszavonok. A legvárott fantasztikus, tökéletesen alkalmas tapítaragasztónak. Tapítaragasztónak? Micsoda pivasság? Ilyen nincs! A legvárott, minden nincs menekvés. Na, hogy áll? Ajjajjaj! Tudod, régen nagyon tetszettél, de te úgy bántál vele, mintha leprás volnék. Mert te folyton a többiek körül söndörögtél. Én nem tartoztam közéjük. Ott mindig történt valami. Diszkó, tánc, csók. Abban a korban ez normális. Lehet, de akkor nekem nem ez kellett. Veled akartam kettesben lenni. Nekem meg úgy tűnik, nem az kellett. Hiányoztál. Te is nekem. Ha-ho, Sofia! Szia, mama! Azt hittem, csak holnap jössz. Próbáltalak hívni a mobilodon, de ki vagy kapcsolva? Szépen rendbe hoztátok a verandát, szuper! Gyönyörű lett. Egészen másképp néz ki. Ugye? Épp hogy befejeztük. Köszönjük, hogy segített. Agnes Müller, örvendek. Szintúgy, Zommer. Mama, ő Tom, a gyerekkori jó barátom. Nem ismered meg? Nem, nem ismertem volna meg. Egy örökké valóság telt el azóta. Mivel tartozom önnek? Semmivel. Sophie-val már megbeszéltük. Hát akkor kezdjünk neki a munkának. Sok dolgunk van. Sikerült találni pár embert, aki segítene nekünk? Lássuk csak... Én szívesen segítek. Természetesen nem kérjük ingyen. De mindenek előtt főzök egy teát, egy egész hordónyit. Egész nap rendeltem, aztán ez a dugó. C'est la vie. Már is jövök. Hol is tartottunk? Való igaz. Szerintem később mindenképpen vissza kell rátérnünk. Szerintem. Esetleg eljöhetnél ma este Ute kocsmájába. Esetleg átöltözhetnél valami másba. Sofia! Te is kérsz egy teát? Kérek. Azt reméltem, hogy elkezded, mire ide érek. Akartam is, de mindig közbe jött valami. Láttam. Hű! Hogy kerül ez Helene szekrényébe? Szép. Nem is tudtam, hogy van neki ilyen. Te emlékszel rá? Én sose láttam rajta. Nem, én sem. Nézd csak, jó rám. Kár a sok holmiért. Hát, ha valaki használt venni. Átmegyek a tiszteleteshez. Hm.
Ott a temetőkertben ülök és figyelem. Talán túl is szívesen, mint mozog a bodzafa, hogy hullik a mazsola és a sok-sok mandula. Jó napot, tiszteletes úr! Ó, jó napot, Agnes! Nem is hallottam, hogy jön. Ismét vidéken? Igen, most rámoljuk ki anyám holmiait. Nem tud valakit, aki hasznát venni az edényeknek, ágynemüknek, bútoroknak? Csak egy valaki jut az eszembe. Ez a dal, amit az előbb énekelt, ez Helene dala volt? A szöveget Mörike írta, és a címe Gyermekdal Agnesnek. Agnesnek? Mondja, nem ülne le egy percre? Nem, köszönöm. Vissza kell mennem. Viszlát! Viszlát. Azt mondta, utána kérdez. Jó, ha ezek a kórházkönyvtárába mennek. Tudod, mi a címe Helene kedvenc dalának? Gyermekdal Agnesnek. Lehet, hogy erről nevezett el. Igen, lehet. Megtaláltam a nagyi régi szakácskönyveit. Egy egész füzet, tele bodza receptekkel. Hihetetlen, mennyi mindent lehet belőle készíteni. Bodzás szilvalekvár, százszor szép dzsem, és ezt nézd, kardamomos bodza szeder zselé. Ez nagyon érdekes. Nem bánnád, ha megtartanám? Egyáltalán nem. Nézd csak, a házassági okirata. 1944. Igen, akkor 18 évesek voltak. Apa akkor ment el a háborúba. Csak 1955-ben szabadult ki a fogságból. Hogy olyan sokára? Az utolsó katonák akkor tértek vissza az orosz fogságból. Képzeld csak el. Egy évvel a háború előtt összeházasodtak, utána 10 évig nem is látták egymást. Mint két idegen. Várj csak. Te 56. április 11-én születtél. Nagypapa pedig 55. október 7-én jött haza. Itt valami nem stimmel. Akkor 6 hónapra kellett volna megszületned. Nem voltál kórházban? Nem, itthon születtem. Schröder kisasszony segített világra. De ha koraszülött voltál, akkor kórházba kellett volna kerülnöd. Haj, hagyd már, Szofia. Akkoriban egész más idők voltak. Lehet, hogy csak októberben jelentkezett be. Mit tudom én? Édenész. Ez mind tőled jött. Tanzánia, India, Nepál. Orvosok határok nélkül. Szép idők voltak. Jó érzés, ha szükség van rád. Igen, nekem is szükségem lett volna. Tudod, mi volt? Túl fiatal voltam, amikor teherbe estem. És gyerekkel tanulni akkoriban elképzelhetetlen volt. Talán sikerülhetett volna, ha nem válsz el az apámtól. Mi lett volna, ha? Tudtam, hogy jó kezekben vagy Helenénél. Boldog voltál. Te ezt honnan tudhattad volna? Alig voltál ott. Egyszer több, mint egy évre eltűntél. Megígérted, hogy februárban visszajössz, de nem jöttél. Nem voltál ott húsvétra, sem a születésnapomra, és karácsonyra sem. Mama, 2 évet távol voltál. És csak képeslapokat kaptam tőled. Én jól vagyok. Te hogy vagy? Itt minden szép, de az emberek nagyon szegények. Légy őszinte, mondd ki, hogy minden érdekel, csak én nem. Ki kell mennem. Igyekez, az emberek szomjasak. Nem, mármint te. Mondod el, mi ez itt? Micsoda? Csak nem kiszívták. De... Dehogy nem látom. Helyezd be, nem szívták. Nem hiszem el, vagy csak be.
És? 8-1! Hey, Sophie! De jó, hogy jöttél! Sziasztok! Csinos ruha! Hey, micsoda megtiszteltetés, minek köszönhetem? Gyere, vigyál egy felest! Fogadni mertem volna, hogy nem jössz. Sophie, ide néz, az ott szemben a férjem. Harmut, ez Sophie, akiről meséltem, aki pénzt kap azért, hogy eszik. Hello. Na hát, de jó, hogy itt vagy. Ti együtt vagytok? Igen, már évek óta. Bajod van vele? Nincs. Most aztán nagyon kikapott. Gyere, Sophie! Kizárt! Mi van? Egészségükre! Na, van kedved táncolni? Mi az? Gyönyörű vagy. Köszönöm. Valaminek fura szaga van. Nem te vagy az? Mi ez a szag? Francia parfüm. Nem, ez moly piszok. De lehet, hogy francia. Hát igen. Az ember a sorsát nem kerülheti el. Évek múltán is csak az maradsz, aki vagy. Molyos Sophie. Na de ute! Molyos Sophie! Molyos Sophie! Mi az, nem volt rád való méret a kukában? Melyik molyfészekből szedted ezt a ruhát? Átnevezlek. Mostantól... Nem hófehérke vagy, az új neved. Molyos Sophie. Molyos Sophie! Elég! Ute biztosan nem komolyan mondta. Fogjátok be! Ez csak vicc volt. Az én káromra. Már elég unalmas. 20 év alatt senkit sem találtatok, akit kinevethetnétek. Nézzetek csak magatokra. Belőlem legalább lett valaki, ami rólatok nem mondható el. Hé, hey, te most sértegetsz minket? De arrogáns lettél. Csak azért jöttem, hogy munkát ajánljak nektek. Mi szívesen segítünk, de nem a pénzért. Már megmondtam. Minket nem vehetsz meg. Akkor mit akarsz? Mit akartok? Mit csináltatok az életben azon kívül, hogy lekvártattok el, vagy pincérkedtek? Hát, ha már így kérdezed. Tom volt az év menedzsere. Úgy van. Hogy micsoda? Ő aztán elért valamit az életben, gazdasági vezető lett. Igazi nagy kutya. Behogy, inkább medve. Fejezzétek be mindketten! Akkor jó. További szép estét. Ez szép volt, emberek. Sophie, várj már! Nem. Mi az? Mi bajod van? Ezt én is kérdezhetném. Játszod itt a szegény éhen kórászt. Jó szórakozol rajtam és a segítségemen, és rajtam nevetsz a többiekkel a hátam mögött. Ez baromság. Azt gondoltam, nem számít, mit csináltam régen. Mióta nem számít, mit csinál, vagy mit csinált az ember? Engem igenis érdekel. Én ezt nem értem. Tudod, mi a bajod, Tom? Nem vagy őszinte. És ezért nem is vagy jó barát. Hé, hey, várj már meg, ezt hogy értsem? Nem vagy jó barát. Régen sem tartottál ki mellettem, és most sem. Hagyj engem békén. Egyszer s mindenkorra.
Sofia, mi a baj? Ne tegyél úgy, mintha érdekelne. Sofia. Jó reggelt. Ébresztő. Csináltam neked bodzavirágteát. Egy kis mentával. Tudom, hogy nem voltam az az anya, akire szükséged volt. Sok mindent nem úgy csináltam, ahogy kellett volna. Hidd el, már nagyon sokszor beszélni akartam erről. Tudod, nem egészen úgy történt minden, ahogy eddig meséltem. Én nem váltam el az apádtól. Ő házas volt. Én meg 19 éves, amikor teherbe estem. Nem akart rólam hallani sem. Egyikünkről sem. A tanulásba menekültem. Hogy valahogy túléljek mindent. Aztán meg akartam menteni a világot. És talán magamat is. Hát, ez az igazság. Most már tudod. Miért nem mesélted el soha? Büszkeségből. Ez volt az egyetlen, ami megmaradt. El tudod képzelni, micsoda veszőfutás volt ez az egész? Gyereket szülni egy nős embertől? Az apám megfenyegetett, hogy kitagad, és nem akar többé látni. Ez volt az egyik oka, hogy csak... Ilyen ritkán jöttem haza. Nekem is nagyon fájt, hidd el. Lehet, hogy sokszor úgy érezted, cserben hagytalak, de... De ez nem így volt. Meg tudsz nekem bocsátani? Nem tudtam, hogy ilyen rossz volt a kapcsolatod az apáddal. Tulajdonképpen az apám soha nem volt az apám. Eszedbe jutott már, hogy esetleg tényleg nem ő volt az apád? Várj egy kicsit. Schröder asszony. Schröder kisasszony. Bocsánat, Schröder kisasszony. Szeretnék kérdezni öntől valamit. Tudja, pakolás közben találtam otthon néhány furcsaságot. Ülj le. Köszönöm.
Találtam egy papírt, amiben az áll, hogy az apám 1955. októberében jött vissza a hadifogságból. Október 7-én, egészen pontosan. Adenauer érdeme volt, hogy a 10 000 fogoly hazatért. Reméltem, hogy az én Jensem is köztük lesz. A háború után akartunk összeházasodni. Sajnálom. Már így történt. És nem emlékszik, kisasszony? Én koraszülött voltam. Úgy értem, hogy elég korán születtem. 6 hónapra. Már azt hittem, sosem kérdezed meg. 3500 gram és 56 centi hosszú. 2 nap vajúdás után. Szegény anyád, nem mondom. Egészen biztos ebben? Öreg asszony vagyok, gyermekem. A testem már roncs. De idefent úgy működöm, akár egy óramű. Én a helyedben megkérdezném a tiszteletest. Kié a sírhely Helené mellett? Mama! Mama, hová mész? Majd később elmesélem. Jó napot. Sophie, figyelj! Sophie! Sophie! Várj már meg, kérlek, Sophie! Csak azt akartam mondani, hogy a tegnap estét... sajnálom. Nagyon gonosz volt, és nem ez volt az első alkalom. Tudom, Mace is mondta már. Mindig féltékeny voltam rá Tom miatt. Én is akartam egy barátot, de a fiúk tőlem csak egyet akartak. Nekem sem könnyű. Minden esetre szívesen segítek. Mielőtt a többiek ide érnek, nem felejthetnénk el a múltat. Köszi. Jó napot, tiszteletes úr! Jó napot, Agnes! Sikerült befejezni? Igen, igen, de volna egy kérdésem. Igen, a holmik. Van néhány ember, aki elvinné. Nem a holmik miatt. Kérdezni szeretnék valamit. Igen? Meg tudnám mondani, hogy ki az a sírhely? Az anyám sírja mellett? Az a sírhely... Az a sírhely az enyém. Igen. Egyszerűen csak el kellett volna szökni. Egyszerűen? Az anyád esküdtett apádnak. Ő meg beteg volt, testben és lélekben. Néha a maradáshoz több bátorság kell, mint a szökéshez. Ez az egész hogy történt?
Amikor ide kerültem, az... Várjunk csak egy kicsit. 55 tavasza volt, igen, az első hivatalom. Nem ismertem itt senkit. És Helene törte meg a jeget. Énekelt a templom kórusban. Szerette a zenét. És hát igen, megpróbáltam a két bal kezemmel segíteni neki a ház karbantartásában. Akkoriban eszünkbe sem jutott, hogy Heinz visszatérhet. Aztán egy napon rájöttünk, többet érzünk puszta barátságnál. Ilyen tájt lehetett. És a levegőt betöltötte a bodzavirág illata. Éppen, mint most. Heinz tudott róla? Erről nem beszéltünk, de biztos vagyok benne, hogy mindenről tudott. A tiszteletes ajándékozhatta neki a zenélő órát? Nem kérdeztem, de... el tudom képzelni. Szinte elfelejtettem, hogy milyen szép itt. Mi mindent elfelejt az ember? Sophie, mit szólnál hozzá, ha egyelőre mégsem adnánk el a házat? Még sosem hívtál Sophie-nak. Nagyon boldog lennék, ha megtartanánk a házat. Csak kár, hogy már egy csomó holmit elajándékoztunk. Igen, de talán nincs is szükség ennyi mindenre. Igen, talán. A fali óra még megvan. Pontosan. Milyen jó lett volna, ha nem szakítanak. Nekem lett volna egy csodálatos apukám. Nem jártam volna el otthonról olyan fiatalon. Nem menekültem volna az első férfi karjaiba. De akkor te sem lennél nekem. És ezt egy pillanatig sem bánom. Na, biztosan nem jössz velem? Még el kell intéznem valamit, majd busszal megyek. Nem tudom, mire készülsz, de vigyázz magadra. Vigyázok. Anya, te is vigyázz magadra. Úgy lesz. Azért jöttem, mert... Szóval... Azt akarom mondani, hogy... Hajrá! Menni fog, Sophie. Előbb engedj már be. Egy nagy befektetési cégnél dolgoztam. Cégeket vásároltunk fel, felosztottuk és eladtuk. Nyereségközpontú volt, és csak a gyorspénz számított. A munkahelyek elvesztése be volt kalkulálva.
Olyan sok pénzt kerestem, amennyit nem tudtam elkölteni. És nem vagyok büszke az életem ezen szakaszára. Ezért nem meséltem róla. És hogy jött a képbe a legvár? Létre akartam hozni valami újat. Itt ezt megtehettem. De ugye ezen még javítani szándékozol. Persze. De nem lehet mindent sietetni. Példának okáért gondolja hernyóra. Mi a baj, Sophie? Na, hogy? Valóban bosszantó, ha az ember cukkolják, de ettől általában még nem bukik ki ennyire. Gondolod? Igen. Gondolom. Olyan az egész, mint egy déjà vu. Az utóbbi pár napban sok mindent megtudtam, amiről fogalmam sem volt. Helene halála erősen megvisel. És szakítottam a barátommal. Pontosabban ő szakított velem valaki más miatt. De ami érdekes, ez egyáltalán... Egyáltalán nem volt fontos. Hihetetlen, ugye? Ha az emberre szakít a szerelme, illene érezni valamit, de én nem éreztem. Sok minden, amiről azt hittem, hogy fontos, kiderült, hogy többé nem az. Nagyon sokat gondoltam arra, hogy az anyám sosem volt ott nekem, és hogy nekem nincs senkim. És olyankor mindig egyedül éreztem magam. És azt gondoltam, hogy senki sem szeret. Ismered az érzést? Igen. De a te esetedben ez nem így van. Én nem vagyok senki. Thank you.
Lekésted a buszt? Tudtam, hogy maradsz. De nem miattad. A lekvár miatt. Csak egy konyhára és néhány órára van szükségem.